Egy lazább utolsó záró előadás még belefér? Én nagy duzzokban. Jó, látom. Na, szóval... Megpróbálom valami szórakoztatóra venni, hogy mégis az utolsó előadás nem most sokkoljam le az elméket valami durvasággal. Az egész vagy egy-két héttel ezelőtt kezdődött. Akkor jutott eszembe igazából ez az egész téma, hogy erről kéne beszélni. Egy barátommal találkoztam, nem találkoztunk már néhány hónapja, sőt, lehet, hogy már tavaly volt a legutolsó találkozásunk, és akkor arról kezdett el beszélgetni, hogy hát régebben én mindenhol ezt az egész mobil témát fújtam, ez volt a csapból is, hogyha nyilván meg nem olvastatok, és akkor mostanában meg nem. És most már jött ez az Upcraft is, itt meg end-to-end, meg szakmaiság, meg hogy igazából teljes folyamatokat akarunk leírni, és hova tűnt ez az egész mobil történet, és akkor úgy gondoltam, hogy egy fele megmutatom, tehát én még tudok a mobilos dolgokról beszélni, mert van ott, ami érdekes, meg megjelennek itt is ilyen innovatív dolgok. És ugye, amikor az AR-ről beszélünk, akkor vannak ezek a komolyabb AR-es cuccok, amit a Microsoft csinál, vagy néhány terület, ahol tényleg ilyen komoly AR-es megoldások vannak, és van ez a teszkos megoldás, ami mobilon van. A kettő között az a különbség, hogy az egyik hogy elterjedt, meg az emberek használják, meg az a mobilos, a másik az még kevésbé. És akkor úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha kicsikét beszélnénk erről a mobilosról, hogy milyen összefüggések vannak ezzel, mennyire hasonlít a terjedési modellje azzal, amit 10 évvel ezelőtt a sima mobilos alkalmazásoknál már láthattunk és megszokhattunk. És abból indultam ki, hogy amikor az egész mobilos történet 10 évvel ezelőtt elindult, akkor az egész App Store-ban néhány ezer alkalmazás volt. Néhány ezer alkalmazás, de azok milyen alkalmazások voltak? Gyönyörű szépen voltak. Igazi jó fókuszált alkalmazások voltak, amikor tényleg ezek az alkalmazások még nem akarták megbonyolítani, nem akartak mindenféle vördöket belepasszírozni abba a szerencsétlen kis hardware-be, hanem azt mondták, hogy egy dolgot csinálunk, de azt jól. Megismeritek egyébként ezeket az alkalmazásokat? Csak az egyiket. Igen. Tehát a kamera, meg itt ilyen flashlight és más. Legalábbis amikor letöltöttem a képet, azt mondták, hogy ez flashlight volt. Na, szóval azok egy igazán gyönyörű, fókuszált idők voltak, és hogyha tovább megyünk, akkor hogyha elkezdtem gondolkodni, hogyha kiveszem a képből a kommunikációs alkalmazásokat, meg kiveszem a játékokat, az azért elég sok mindent leegyszerűsítettem, 3 olyan kategória volt, ami szerintem nagyban segítette azt, hogy a mobil alkalmazások tök jól tudjanak terjedni, és ez egyébként tökre alkalmazható arra is, ahogy az AR fejlődik. Azokra az alkalmazásokra, amik az AR kapcsán megjelennek. Az első ilyen kategória az a kreatív alkalmazások. Kreatív alkalmazásnak nevezem azt, amikor van egy fotóm, egy videóm, vagy valami zeném, és azokat elkezdem mindenféle izével feltupírozni. Rárakok ilyen matricákat, vagy rá tudok rakni mindenféle effekteket, és akkor így lesznek az olyan alkalmazások, mint az Instagram, vagy a Musical.ly. Pedig kreatívan ki tudja érni az ember magát. Ezek az alkalmazások mit ígérnek? Tök egyszerű az ígéretük. Az Instagramnak az az, hogy te is lehetsz profi fotós. Nem kell csak egy iPhone hozzá, és te is profi fotós leszel. Az lettél tőle? Kind of, de le próbálkozunk. Ugyanez a Musical.ly, hogy figyelj, belőled is lehet rockstar. Ezzel az appból össze fogsz rakni valami frankó dolgot, és az az igazság, hogy egyszer volt lehetőségem végignézni egy nagyon-nagyon hosszú repülőút alatt, hogy a mellettem ülő kislány meg kisfiú úgy teljesen kiélték magukat a Musical.ly-be. És az az igazság, hogy remélem, hogy valami hatalmas nagy karriert építettek belőle, mert az egy kemény repülőút volt, ahogy végighallgattam őket. Na de igen. És az az egészben a jó, hogy ez az a kategória, amit tök jól lehet AR-ben is reprodukálni. Tehát van itt egy ilyen kis alkalmazás, amire teljesen ráillik ez a pattern, hogy veszik a valóságot, és azt ki lehet bővíteni mindenféle ilyen kis 3D-s animált karakterekkel, meg milyen, mindenféle ilyen izé objektumokkal, amik ott vannak a képernyőn. Nekem ez az izé szó ragadt meg ennek kapcsán, másképp nem tudom leírni ezeket. De alapvetően ugyanezt csináljuk. Van benne egy ilyen kis snapchat-es életérzés, megkapja az ember ezeket a szórakoztató dolgokat, és mindenki úgy érezheti tőle, mint az Instagramnál, hogy én is egy kicsikét így ilyen
vizuális effekt mágus lettem tőle. Na hát szóval ebből az abból ezt lehet kihozni. Néhány évvel ezelőtt még ez egy tök nagy mágia lett volna. Azt mondtad volna, hogy fú, hát ezeket a 3D-s dolgokat megcsinálni, ez azért egy kemény meló. Tegye fel a kezét az, aki ért ezekhez a 3D-s dolgokhoz, le tudja programozni, meg tudja csinálni. Egy ember feltette, én direkt nem tettem fel a kezemet, tehát... Jó, tehát... És vannak különböző túlok, amit igazából a Sketchfab is csinál, vagy a Google, a Polyval, vagy a Torch, a DeepKit, Adobe, és még nagyon sok más, aki nem fért ki a diára, hogy elkezdik közelebb hozni ezeket az eszközöket a fejlesztőkhöz, és kezünkbe adnak olyan dolgokat, amivel ilyen módon tudjuk büntetni a világot. Hát, ezzel is igazából előrelépünk. Előrelépik is a fejlesztés, meg a felhasználók is szoknak ahhoz, hogy milyen lesz a jövő. Kicsikét tovább haladva, a másik ilyen kategória volt, kreatív, kontextuális, ez is egy kárbetűs. Spoiler, ezek a harmadik is kárbetűs lesz. Tehát a kontextuális alkalmazások, amikor 2010 környékén azt ismerték fel, hogy de tök jó lenne, hogyha kicsikét csatlakoznának ezek a mobilapok a környezetemben lévő világhoz. Olyan szempontból csatlakoznának, hogy ami például a Yelp csinál. Fog egy szép nagy adatbázist, rárak egy térképekkel, listákra, és a környezetemben lévő éttermekből tudok így sokkal egyszerűbben válogatni. Vagy amit a térképek csinálnak, hogy turn-by-turn navigation-nel eligazítanak egy helyretet. Ilyen szempontból ezek az alkalmazások tök sokat adtak, és tök jól használhatóak voltak. Ennek egy tovább gondolt változata, az, amit még talán tavaly mutatott be a Google az ájon. Ez a Google Lens, amikor csomó mindent elkezdtek kombinálni. Kis felhő és adatbázis, van benne egy kis machine learning is, kis computer vision is, és mindent, amit találtak ezekből a modern technológiákból, azokat hogy összedobálták, és lett egy szolgáltatás. És azt mondod, hogy rámutatsz, és akkor látod, hogy ez egy 5-star-ral rételt húsgolyós szaküzlet volt. Ugye, tehát tökre hasonlít a játékra, csak rávitték, és elkezdték összefédelni ezzel a való világgal. Picit másképp is meg lehet ezt az egészet fogni, hogy ez a kontextuális érzés meglegyen. Például ilyen hülye mozis posztereket lehet belőle kihozni, és akkor így a Marvel-t meg a fekete párcot meg lehet ezzel tolni még jobban. Vagy van egy ilyen szolgáltatás is, ez Norvégiában van, egy, hogy mondják szépen, közösségi közlekedés alkalmazás. Nem az van, hogy egy digitális térképre mutatja meg, hogy hol vannak a megállók, hanem körbeforogsz a telefonoddal, próbálsz közben nem hülyének kinézni, körbeforogsz a telefonoddal, és akkor meg tudod nézni, hogy hol vannak a megállók, és azokból a megállókból merre felé tartanak buszok. Tehát ők is igazából elkezdtek kísérletezni, és egész jól működőnek tűnik ez az egész dolog. Valamikor majd elmegyek osztóban megtesztelni, hogy ez tényleg ilyen jól működik a valóságban is. És ehhez már a technológia egyre inkább adott. Vegyük akár az Apple-nek, vagy éppenséggel a Google-nek a megfelelő IRS megoldásait. Már majdnem egy éve elérhetőek ezek a framework-ök és library-k, és tök sokan nem tudják ezeket használni és működnek. Néhány évvel ezelőtt ugye ez még nehezen megvalósítható lett volna, de most már egyre inkább az. A Mapbox nevezetű cég is, aki különböző térkép technológiákkal foglalkozott, ők is dolgoznak jelenleg egy olyan platformon, amivel a geolokációkat lehet összehozni ezzel az IRS valóságba élesztős dolgokkal. És akkor eljutunk a harmadik kategóriáig. Ez valamikor 2012-13 tájéken kezdett el percbe futni. Ezek az úgynevezett kapcsolódóak. Amikortól már igazából kilépünk ebből a single player történetből, amikor már nem csak egyedül játszunk, hanem kapcsolódunk különböző szolgáltatókkal, vagy kereskedőkkel, akik vagy éppenséggel elfogadoznak minket valahova, vagy egy tök másik megoldásból azt mondják, hogy elhoznak nekünk valamilyen árukat, megrendelt könyvet, akármit. És ennek például az Uber, vagy éppenséggel a Lyft, vagy a Grab és még sok más cég, töknek képviselődője volt az elmúlt években. És nagyon-nagyon futottak be. Amit még itt egyébként érdemes kiegészíteni, és ide a kapcsolódó appokhoz szoktam őket sorolni, hogy megfordítható ez, nem csak a világba illesztjük bele a dolgokat, hanem a különböző modern felhős technológiáknak köszönhetően, amit például az Amazon, a Microsoft és minden ilyen nagy cég kínál, egyre többet lehet megtudni a világról. Simán meg lehet tudni azt, hogy
bemegyek valaki más konyhájába, és akkor megtudom, hogy ő milyen cuccokat vett. Ha mindenokat szeretném megvenni, akkor így lehet másolni a haveroknak a berendezését. Ugye? Hogyha az ember úgy érzi, hogy ő most nem akar olyan kreatív lenni és maga berendezni, ezt így le tudja másolni a haveroktól. Vagy van ez a kiegészítés is. Ezt valamelyik nap találtam Twitteren, és tökre tetszett ez a videó. Amikor is gyakorlatilag elővesz egy kártyát, és akkor megjeleníti, lekéri különböző adatforrásokból, hogy mennyi lojáliti pont van azon a kártyán. Vagy a parkolási engedélyről, hogy mikor volt legutoljára használva. Megint csak igazából tök jól össze lehet kapcsolni a valóvilágos dolgokkal. És a következőnek csak egy kis gag, hogy bár az Apple-nek az AR technológiáját tök sokszor Tesco-snak mondjuk, de ez a tracking, ez szerintem kurva. Kérdezem, csak így megakadtam, hogy de szépen leköveti, és nem ugrál. Na és nem lehet tovább közelni, hogy? Picit ugrál. Határérték elfoglalkozik. Igen. És hogy merre tovább? Ezt ugye a legutóbbi Google I/O-n meg a WWDC-n is tök simán meg lehetett. Ez gondolom valami videó tömörítési ízé volt, amikor néztem, nem ugrál. Fogadjátok el ezt nekem. Tehát merre tovább? Az, ami a legutóbbi Google I/O meg WWDC-n valamire tetszett ezekben az AR-os dolgokban, hogy elmentek ebbe a multiplayer történetbe. A Google az persze a szokásos magán, hogy küldd át a felhőnkön, mert hát, ha ki tudunk abból olvasni valamit. Az Apple pedig meg úgy gondolta, hogy a másik irányból ők majd így megoldják lokálba, és akkor nem kell felküldened sehova. Mind a kettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, mert mindenféle vicces dolgokat lehet kihozni belőle. Na például. És igazából most úgy gondolom, hogy ez az a három nagy kategória, ahol az AR-rel tök sok dolgot lehet hozzátenni. Kreatív appokat, kontextuális appokat, és ezeket a kapcsolódó appokkal fognak nagyot menni ezek. Ez voltam én, egy kis lájtos eseménnyel.